Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Gyönyörű nyárias időre ébredtünk ezen a szép hétfőn, és hát ez indokolja azt, hogy egy olyan világról beszélgessünk, ahol hát közel sincs ennyire jó idő, viszont nagyon érdekli az embereket, ez pedig a Mars, a naptól számított negyedik bolygója a naprendszernek, amit ugye, hát, hogy mondjam, csak vörös bolygónak szokás hívni. A vörös színének egyébként az az oka, hogy a homoknak, hát ugye a geológus barátaink azt mondanák, hogy ez nem homok, bár részben lehet az. Szóval a Mars felszínéből borító úgynevezett regolit, vagyis hát porszerű törmeléktakaró, az igencsak rozsdás, ugye? Tehát vasoxid, vagyis rozsda, vas-3-oxid van nagy mértékben ott, és ez adja a bolygónak ezt a vöröses színét, aminek köszönhetően ugye már a régi görögök is a hadistennel, vagyis a vérszínével kapcsolták össze, és ezért kapta a nevét ez a bolygó. Hát mióta az emberek azt nézegetik, azóta mindenkit nagyon érdekel, és lényegében szinte hát az ókorba visszanyúlnak azok az elképzelések, hogy oda kéne utazni. Hát a elképzelésekben nincs hiány, tehát az elmúlt néhány száz évben, mióta az űrkutatás elindult, azóta meg gyakorlatilag egyre konkrétabb tervek születnek, sőt már előtte is, hát az 1950-es években Werner von Braun megcsinálta a Das Mars Plan, a Mars terv nevű gigantikus tervét, amire azt szoktam mondani, hogy egy ilyen nagy Wagneri, gigantikus nagy Mars vállalkozás, végtelen sok pénzzel és több száz ember Marsra juttatásával, tehát nyilvánvaló, hogy semmiféle realisztikus módon nem kerülhetett volna szóba se az 50-es, se a 60-as, se bár években, se bármikor ennek a megvalósítása, de azt jól demonstrálja, hogy már az 50-es években lényegében a fizikai alapokról kiindulva el lehetett tervezni egy olyat, hogy az emberek elutazzanak a Marsra, és hát onnan nyilván vissza is jöjjenek a Földre. Hát ez még mindig nem történt meg. Most ez azért érdekes, mert hogyha megnézi az ember, hogy mikor mit mondtak arról, hogy mikor fognak az emberek a Marsra szállni, akkor hát amióta én élek, ami 1984 óta van, azóta mindig közelítőleg 30 éves távlatban van a marsutazás, és ez folyamatosan tolódik. Tehát most is, ha most megkérdeznek, hogy szerintem mikor megy ember a Marsra, most is azt mondom, hogy hát minimum 20 év múlva, de lehet, hogy a 30 lenne a realisztikus. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, amit az emberiség így folyamatosan tol maga előtt, ami teljesen érthető egyrészt, mert hát ugye majd mindjárt megveszünk, hogy egyrészt mi a búbának akarnának az emberek a Marsra menni eleve. Nem igaz az, hogy a Mars az egy annyira jó hely, hogy mondjuk majd oda átköltözzünk vész esetén. Tehát, hogy azt rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy akik azt mondják, hogy a Mars az egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen alternatíva a Földre, hogyha itt annyira elrontjuk a dolgokat, hogy akkor csak át kell cuccolni a szomszédba, hát azért tehát a Mars az egy rettenetesen. Tehát a Földet azt gyakorlatilag kimerem jelenteni, hogy nincs az a nukleáris háború, ami a Földet jobban el tudja barmolni annál, mint ahogy a Mars alapból kinéz. Tehát, hogy ilyen értelemben természetesen nem arról van szó, hogy konkrétan lakhatóvá lehetne tenni, hogy belátható időn belül. Természetesen tervekben nincs hiány. Elon Musk éppen a hetekben borzolta a kedélyeket azzal, hogy ő még az ő életében azt vizionálja, hogy 1 milliós város fog működni a Marson. Én már azért is meglepődnék, hogyha egy 100 fős falu jönne létre Elon Musk életében a Marson, de hát persze, hát nagyot mondásokban nincs hiány, és természetesen ez így ennek megfelelően végig is söpört az interneten, tehát megtette a hatását a Duma, mindenki beszélt róla 1-2 napig. Természetesen
A mai adást nem ennek szeretném szentelni, hanem annak, hogy most konkrétan mit lehet arról mondani, hogy egyrészt az emberek mikor jutnak el a Marsra, és másrészt, ami viszont a kézzelfoghatóbb közelségben van, és legalábbis egy-két hónapja még úgy tűnt, az az, hogy mikor kaparintanak a földlakók Marsról hozott kőzet mintát a kezükbe. Ugye a kettő az nem jelenti ugyanazt, mert ugye kőzet mintát űrszondák is tudnak hozni. Sokan meglepődnek, amikor azt mondom, hogy ez még eddig nem történt meg. Pedig így van, tehát valójában a Holdról természetesen már a 60-as évek óta az emberek által, illetve a 70-es évek óta űrszondák által érkeznek kőzet minták. Több kis bolygóról érkezett már a Földre kőzet minta, üstökös csóvából érkezett minta, tehát elég sok helyről már érkezett minta. A japánok terveznek egy olyan űrszondát az elég közeli jövőben, ami a Marsnak az egyik holdjára, a Phobosra fog leszállni, és onnan mintát vesz és hazahoz. Ugye a Phobos az egy pici krumpli alakú kis hold, nagyjából akkora, mint mit tudom én, a Tihanyi félsziget, vagy valami ilyesmit, tehát ez tényleg egy ilyen, vagy mit tudom én, Budapestnek egy része, tehát tényleg nem egy nagy valami a naprendszerbeli mértékkel. Egyébként hallatlanul érdekes, és valószínűleg mivel, hogy a Mars körül kering, ezért nyilván összeszedett némi Marsport is, amit a Marsról ugye kilöknek a Marsra időről időre becsapódó aszteroidák és egyebek, tehát valószínűleg összesöpört a Mars körül keringbe a Phobos némi Marsport. Tehát én értelemben nem lehetetlen egyébként, hogy az a japán küldetés, ami majd leszáll a Phobosra, ott összekapar egy kis mintát és hazahoz, az egyébként ilyen módon marsi port is fog hazahozni. De a lényeg, hogy ezen mintahozások, amik már megtörténtek, vagy tervezik őket, ezek ellenére a Marsról még nem jött minta, ami meglepő lehet. Nem ezt jelenti egyébként, hogy nem fogtunk marsi kőzetet a kezünkbe, konkrétan én is fogtam marsi kőzetet a kezemben már, sőt, itt az adásban volt vendégem Rezsabek Nándi, akinek a lakásában több marsi kőzet is található, ugye ennek egészen egyszerűen az oka, illetve erre azt teremt lehetőséget, hogy mint mondtam, ezeket a bolygókat a naprendszerben kisebb-nagyobb becsapódások érnek folyamatosan. Szerencsére a nagyobbak azok ritkábbak, de hát az elmúlt néhány milliárd évben azért történt egy-két koccanás, és ennek eredményeképpen, ugye például az, ami a dinoszauruszokat kiirtotta a Földön, hogy más nem mondjak, de hát ezek a kozmikus karambolok egyébként elkerülhetetlenek, és ezek során ugye lényegében kis priccel némi repesz darab a bolygók felszínéről, amik aztán van, hogy évmilliókon át bolyonganak a naprendszerben, míg végül aztán egyik-másik lepottyan a Földre. Most amikor lepottyannak ezek a Földre, akkor mivel hogy egy Mars kőzet az jelentősen nem különbözik egy földi kőzettől, úgy ránézésre, ha csak nem az, hogy látjuk rajta, hogy átizzott a légkör, amikor átrepült, tehát meteorként belép a légkörbe, aztán lepottyan és lesz belőle meteorit, mármint nagy része leég nyilván, de még kicsi része leér a felszínre. De hát, hogyha most itt kimegyek itt a Népligetbe, és itt simán lehet, hogy elmennék egy Mars kőzet mellett, lehet, hogy meg is tesszük minden nap, tehát ez nem feltűnő. Mars kőzetek úgy ránézésre nem különböznek a földi kőzetektől. Tehát ha nem látjuk ezt így konkrétan leesni, vagy nem tudjuk, hogy ott valami furcsaság van, akkor hát itt a világ nagy részén lényegében esélytelen észrevenni. Két hely van, ahol jó eséllyel lehet ilyeneket észrevenni, a nagy sivatagok, ahol azért idegen, hogyha ott van egy ilyen kis fekete kőzet a homok takaró közepén, vagy még inkább az Antarktisz. Ugye az Antarktisz az aztán tényleg csodálatos hely a mindenféle meteoritok gyűjtésére, mert hogy ugye az egy nagy fehér terület, amit hóborít, és hogyha követ találnak ott, az legnagyobb valószínűséggel az űrből jön. Ugye a B opció az, hogy egy madár kiejt a csőréből egy követ, de hogy ez a ritkább. Tehát, hogy kb. Ez a két lehetőség van, hogy az Antarktisz jegére kerüljön valami kőzet, de ráadásul nem csak véletlen bolyongás eredményeként szedik össze ezeket az Antarktiszon, hanem ugye az Antarktiszon is mozog a jégtakaró. Mert hogy az Antarktiszon nagyon-nagyon lassan, de hát lényegében a jég is valamilyen értelemben folyik, tehát hogyha megjelölünk egy darabot az Antarktisz jégtakaróján, és várunk néhány tízezer évet, akkor bizony azt látjuk, hogy mint ahogy a gleccserek is szépen folynak lefele, az Antarktisz jégtakarója is mozgásban van, és van az Ellen Hills, vagyis az Ellen Dombok nevű felszíni alakzat, ami hát tényleg egy ilyen, hát kvázi egy dombvonulat, vagy egy dombság, egy hegyvonulatnak is lehetne talán nevezni,
ott az Antarktisz jege alatt, ami lényegében megfogja ezek egy részét, tehát van egy sáv az Antarktiszon, ahol felhalmozódik, ugye ez a, az egy nagyobb területen lehullott kőzett anyag, mert hogy arra áramlik a jég. Tehát lényegében, aki oda megy, és expedíciókat csinál, az jó eséllyel összeszedhet mindenféle cuccot. És ezt csinálják is persze a japánok és az amerikaiak évtizedek óta. Na most, az eddigi űrszondás és egyéb mérések alapján arról már eleget tudunk a marsi kőzetekről, hogy meg tudjuk mondani, hogy mik azok az izotóparányok, amik jelzik, hogy az adott kőzet a Marsról jött. És ezért mondom, hogy én is fogtam már a kezembe Mars kőzetet, de természetesen azt nem űrszondák hozták, hanem ilyen módon a Szaharában egyébként azokat konkrétan a Szaharában szedték össze, bár olyat is fogtam, amit az Ellen Hillen szedtek össze, azoknak ALH a rövidítése, tehát ha valaki olyan meteoritet lát, aminek ALH, és utána jön egy többjegyű szám, ilyen kódjelen szerepel, akkor az az Ellen Hillről származik, ami ez az antarktiszi terület, ahol a japánok és az amerikaiak is erőszeretettel gyűjtenek, tehát kifejezetten ezért küldenek oda ilyen gyűjtő expedíciókat. Na, viszont az érdekesség, hogy minden jelenlegi marsiként beazonosított kőzet az ilyen. Ugye, a leghíresebb ezek közül az természetesen joggal az ALH84001. A 84 az azt jelzi, hogy ez bizony 1984-ben gyűjtötték össze, és nem lett rögtön híres, hanem csak 1996-ban lett nagyon híres, amikor ennek a vizsgálata során bizony azt mutatták ki a NASA-nak a tudósai, hogy mintha bizony ebben életnyomok lennének. Na most fosszilis életnyomok, amik lényegében kizárható, hogy ezek a valamik akármik is lennének ezek a Földön kerültek rá. Most az egyik dolog, amit az ember elektronmikroszkóppal rögtön észrevesz ezen a kőzeten, azok ilyen kis virsli vagy hurka alakú kis pici valamik, amik tényleg úgy néznek ki, mintha bacillusok lennének, tehát hosszúkás baktériumok, viszont kisebbek, mint a földiek. Tehát kisebbek a földi baktériumoknál, viszont tök olyan alakúak. És hát persze a biológusok már korábban megjósolhatták, hogy elvileg létezhetnének nanobaktériumok, és hát ezek pont akkorák lennének, mint a nanobaktériumok, annak ellenére, hogy én a legjobb tudomásom szerint, mondom, nem vagyok biológus, de néhány évvel ezelőtt még az volt a szöveg, hogy a Földön ilyet még nem találtak ekkora bacit, de igazából nem volna kizárható, hogy létezzenek ekkorák, tehát létre lehetne hozni ilyen baktériumokat, hogyha mi lennénk a teremtő. Tehát, hogy nem mond ellent a fizika törvényeinek, hogy ekkora lények éljenek. Na most ugye itt nem csak a fosszíliák, tehát az, hogy valami virsli alakú kis mikroszkopikus lenyomatokat találnak, az önmagában persze kevés, hanem itt több független bizonyíték, az ásványfeldúsulások és egyéb dolgok, amikről egyébként Bérci Szaniszlóval is beszélgettünk néhány adással ezelőtt, aki maga is vizsgált ilyen marsi Ellen Hillről származó meteoriteket. Szóval több különböző tudományos eredmény ugyanazzal az ALH84001-es meteorittel kapcsolatban mindegyik abba az irányba mutatott, vagy látszott mutatni, hogy hát ez bizony a kihalt marsi életnek a nyoma. Ugye hát ez olyannyira szenzációs bejelentés volt, hogy hát ezt a bejelentést nem is tisztesség, nem is az történt, hogy a Science-ben vagy a Nature-ben megjelent a cikk, persze megjelent, hanem még előtte sajtótájékoztatót tartottak róla, nem más, mint Bill Clinton. Tehát ugye Bill Clinton volt akkor az amerikai elnök, mindjárt kiszámolom, ő volt a 42. Hú, ugye? Tehát régen volt a 40. Ő volt a 40, és utána jött az idősebb Bush. Igen, tehát a 42, Egyesült Államok 42. elnöke saját maga jelentette be a Fehér Házban egy sajtótájékoztató keretében, hogy jé, de érdekes, mintha életnyomokat találtak volna a Marson. Még egyszer, fosszilis életnyomokat, tehát eleve az a sztori, hogy ezt millió évekkel ezelőtt ütötte ki egy becsapódó aszteroida a Marson, utána sokat bolyongott a naprendszerben, és már vagy több ezer évvel ezelőtt leesett az Antarktisz jegére, és akkor ott a jégmozgások következtében a több más meteorittel együtt felhalmozódott ott az Ellen Hills lábainál, és 1984-ben begyűjtötték, és 96-ban megjött ez az eredmény.
Természetesen, ahogy ez lenni szokott, tehát így működik a tudomány nagyon helyesen, tehát rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Nyilván ezeket rendkívül erős bizonyítékoknak gondolták, különben nem Bill Clinton jelentette volna be, tehát ez több volt egyszerű spekulációnál. Ennek ellenére ugye ez még mindig egy rendkívüli állítás. És az állítás rendkívüliségéhez mérten még ezek a megalapozottnak tűnő bizonyítékok sem elég rendkívül erősek. Amint azt szépen módszeresen meg is mutatták az emberek, tehát igazából itt tényleg önmagában egyik bizonyíték sem perdöntő. Sem a különböző ásványi anyagok feldúsulása, sem az, hogy ilyen alakú nyomok vannak, és akkor még mondhatnék 3-4-et, ha tudnám, de már elfelejtettem, de a logika a következő, hogy itt önmagában egyetlen egy bizonyíték sincs olyan, hogy hűha ez az, hanem itt több különálló bizonyítéknek az együtt szereplése, ez a circumstantial evidence, tehát ez, hogy mondják, ez ilyen körül, tehát ilyen, hát ilyen kis, hogy mondjam csak, olyan bizonyíték, amiknek az együttállása egy erős indikációt ad arra, hogy hoppá, srácok, itt van valami, de külön-külön mindegyiket ki lehet dumálni. Tehát ki lehet dumálni, hogy ez bizony nem biológiai folyamatok eredménye, itt is felhalmozódhat itt ez a lásvány, ilyen alakú fosziliának tűnő formákat más is létrehozhat. És akkor itt egyelőre megáll a tudomány, persze a tudomány nem állt meg, de jelenleg az a konszenzus épp azért, hogy hát nem fogadják el ezt bizonyítéknak, mármint egyértelmű bizonyítéknak, mondjuk úgy. Tehát azban mindenki egyet értett 1996 óta, hogy a Marsot közvetett bizonyíték, köszönöm, megkaptam a chatben megkaptam a megfelelő szakkifejezést, közvetett bizonyíték, így van. Tehát így van, ez történt. Ja, és nagyon helyesen egyébként a Russell nevű kommentelőnk megjegyzi, hogy a Contact című filmben, ami ugye Carl Sagannek a regényéből készült, Jodie Foster főszereplésével, egy kitűnő science fiction, nekem kb. A kedvencem. Abban ugye van egy ilyen, amikor ugye ott fölveszik a kapcsolatot a földön kívüliekkel, vagy hát a jó ég tudja mivel, ugye a film kicsit nyitva hagyja a dolgot, de a lényeg, hogy ott van egy bejátszás, amin az Egyesült Államok elnöke maga jelenti be ezt a tudományos eredményt. Ott nem forgattak semmi extrát, hanem ott egy az egybe a Clintonnak a 96-os fehérházi bejelentéséből vágták be. Mert ott tényleg ilyenek hangzottak el, hogy ez egy történelmi nap az emberiség történelmében, amikor bizonyítékot találtunk arra, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát ezt egy az egyben be lehetett vágni az 1997-es filmbe. Na igen, szóval én is emlékszem arra a napra nagyon, annak ellenére, hogy 11 éves voltam csak, mert hát tényleg... És hát meg onnantól kezdve a Mars kutatás sem volt olyan, mint addig. Mert hogy hol tartott a Mars kutatás 1996-ban? Hát lényegében úgy, hogy 20 éve nem szállt le űrszonda a Marsra. 1976-ban az Egyesült Államok oda küldte a két nagy viking űrszondát, ezek leszálló egységek, mert voltak keringő egységek is, de maguk a leszálló egységek azok ilyen marha nagy, három lábú, és méretüket tekintve is ilyen hangverseny zongora skálájú, tehát egy marha nagy leszálló egységek voltak, ezeket a Lockheed Martin építette, ennek később még jelentősége lesz, azért nevezem nevén, ez nem a reklám helye, ez a nagy repülő és fegyvergyár Amerikában, Lockheed Martin koncern. Na most ők építették a Viking űrszonda leszálló egységét, és a Viking űrszonda leszálló egysége konkrétan azzal az elsődleges céllal ment oda a Marsra, mondom, 20 évvel a meteorit megtalálása előtt, hogy a jelenlegi marsi életnek a nyomait kutassa. Vagyis, hogy megállapítsa három teljesen különböző kísérlettel, hogy van-e élet a Marson. Na most nem untatnám a hallgatóságot a három kísérlettel, viszont a konklúzió nagyon érdekes. Az egyik kísérlet az azt mondta, hogy nem hogy élet, de még szerves anyag sincs a Marson, ami egészen döbbenetes, tehát ha belegondolunk, hogy tehát a bolygóközi térben tök random módon lehet ecetsav, CH3COOH, tehát egy teljesen bonyolult szerves molekulákat lehet csak úgy találni a kisbolygóövben, meg ilyen, tehát hogy vannak szénből álló aszteroidák, tehát hogy mit tudom én, a teljesen abiotikus módon, de mondjuk ott van, tehát nem élet által létrejött módon, de például a Saturnus Titán holdja az tele van metánnal, hát ott tocsog a metánban az egész, metán tavak, metán légkör,
Most ezek után igen csak hideg zuhany volt, hogy az, hogy hát a tradicionálisan körülbelül a hát minimum a 19. századi Giovanni Schiaparelli állítólagos csatorna észlelése jóta, amikor ugye civilizációs nyomokat vélt látni a távcsővel a Marson az emberünk, aztán többen akkoriban, optikai csalódás volt, már tudjuk. De, tehát ilyen előzmények után az, hogy a Viking űrszonda nemhogy életet, de még szerves anyagot sem talál a Marson, az azért nagyon durva. Tehát az mindenkinek joggal a kedvét szegte, annak ellenére, hogy a három kísérlet közül az egyik, a három kísérlet közül bizony az egyik az, hát igen, csak vitatott eredményt hozott, úgy is mondanám, hogy pozitív eredményt hozott. Tehát a három kísérlet közül az egyik lényegében azt vizsgálta, hogy a Viking űrszonda belapátolt magába az robotkarjával egy kis marsi talajt. Mondom, ez megint geológusok elnézést, azt hiszem nem kéne a talajnak hívni, ami ott van, nem értek hozzá, de minden szóval azt az anyagot, amiből a Mars van, azt úgy föllapátolta, betette a kis mérőkonténerbe, ott valami halálos sugárdózissal megküldték, konkrétan ez volt a kísérlet. Hogy talán nagyon erős, még a marsinál is erősebb, ugye ott nincs egyébként ozonréteg, meg ilyesmi, tehát a terve nagyon erős az UV-sugárzás, de ezt még annál is erősebb halálos UV-sugárzással megküldték, tehát lényegében sterilizálták azt a mintát, és arra voltak kíváncsiak, hogy miután sterilizálták azt a mintát, akkor utána milyen anyagok szabadulnak föl. Na most, amikor azt vizsgálták, hogy mi az, amit életnyomként lehetne előzetesen, életnyomként lehetne ebből a kísérletből elfogadni, akkor előtte azt mondták, hogy ha utána felszabadulna valami, ami körülbelül olyan lenne, mint az élőlénynek úgymond a utolsó lehellete, vagy valami ilyesmi, miközben elpusztítjuk a marsi életet, közben kibocsájt a szerencsétlen mindenféle anyagot. Pontosan ezt találták. És erre azóta se sikerült tisztességes kémiai magyarázatot találni, hogy az az anyag, ami ott kijött, miután besugározták, az miért akkor lépett ki, illetve hogy milyen folyamatok hozhatták létre ezt, ha nem élet. Természetesen születtek alternatív magyarázatok, de azért önmagában, hogyha csak ez a kísérlet lett volna, és nem lett volna ott a másik kettő, többek között az, amelyik azt mutatta ki, hogy még szerves anyag sincs, és hát ez önmagában ez a kísérlet, erre azt mondták volna, hogy húha, itt alig, ha nem életet találtunk. Még egyszer, a három kísérlet közül a másik kettő az egyértelműen negatív volt. Úgyhogy végül is az lett a konklúzió, hogy hát akkor ez biztos valami más kellett, hogy legyen. Egy egyelőre ismeretlen, nem élet, tehát abiotikus folyamat. És itt ez került bele a zárójelentésbe. Annak ellenére, hogy persze ezt mind a mai napig előszeretettel vitatják. És egyre a tudományos közösségnek egyre nagyobb része kezdi gyanúsnak találni ezt. Tehát az elején még, emlékszem, a 90-es években a hobortosoknak tűntek azok a fickók, akik mindig felálltak a konferenciákon, és mondták, hogy de ott a 76-ban a Viking egy, az valami furcsa dolgot mért, és hát, de most már egyre inkább gyanakszolnak az emberek. Olyan, az persze azóta már százszorosan bebizonyosodott, hogy nem igaz, hogy nincs a Marson szerves anyag. Konkrétan metánt is találtak már a Marson. Sok szerves anyag van a Marson, tehát éppen sikerült úgy kiszúrni a leszálló helyet, hogy valahogy ott éppen úgy tűnt, legalábbis azt mutatta ki az a spektrométer, hogy ott éppen nincs, de hát azóta már többször sikerült ilyesmit találni. Na, egy szó mint száz, ez volt 1976-ban. 76-ban leszállt a Viking 1, működött több évig a Marson, egyébként kitűnő szerkezet volt, a Viking 2 is leszállt, aztán az 1982-ig működött a Marson, aztán kikapcsolták őket, és akkor megszületett a jelentés. És lényegében a Marsnak a felése néztek. Aztán tudományos szempontból az amerikaiak nem indítottak űrszondát, leszámítva egy keringő egységet 92-ben a Mars Observert, ami azonban egy hiba miatt el se jutott a Marsig, elromlott az űrszonda. És ez az 1996-os antarktiszi felfedezés, vagy hát az Antarktiszon talált meteorittal kapcsolatos 1996-os felfedezés, ez indította be újra a történetet, és ez egy óriási lendületet adott ezeknek a programoknak.
és meg is kezdődött újra az, amit a Mars kutatásnak az aranykorának lehet nevezni lényegében, hiszen 1997 óta gyakorlatilag szinte minden indítási ablakban indult valami a Mars felé. Tehát, sőt, hát 96-ban már elindult a Pathfinder űrszonda. Ne gondoljuk, hogy a 96 decemberében felbocsájtott Pathfinder űrszondát a 96 nyarán történt Clinton bejelentés hatására néhány hónap alatt összeberhelték, tehát ez egy jó kis időbeli egybeesés volt. Azt is mondják egyesek rosszmájúan, hogy ez egy, hát ez egy rendkívül jó PR időzítés volt, hiszen a NASA 20 év után először tényleg úgy volt, hogy indít egy pici űrszondát a Marsra, aminek elsősorban technológiai demonstráció volt a célja, tehát nem az életkeresés, nem volt erre alkalmas, az a Pathfinder űrszonda, tehát mégis 20 év után az első bármi, ami elindul a Marsra. Tehát ez 96 decemberében indult el, nagyon sikeres űrszonda volt, 97. július 4-én szállt le, az is mekkora PR akció volt, tehát az amerikai függetlenség napján július 4-én szállt le, és csodálatos siker volt, mindenki imádta a kis hatkerekű marsjárót, ami az első guruló jármű volt egy másik bolygón, a Sojourner, kis cipődős doboz nagyságú valami, tehát én, aki ezt gyerekként átélte, mint én, annak ez biztos meghatározó élmény volt, tehát ezt én tanúsíthatom. Tehát ez nyilván jól elő volt készítve, de azért, na, szóval én nem hiszem egyébként, hogy mondjuk 95-ben kihozták volna az ALH 84001-es eredményt, akkor a tudósok tudtak volna ülni a fenekükön. Tehát nem, csak mondjuk inkább úgy, hogy szerencsésen jött ki az időzítés, tehát tényleg úgy tűhetett az embereknek, hogy a Clinton bejelentette, hogy hoppá, élet a Marson, és akkor néhány hónappal később már indul is az űrszonda. De hát aki foglalkozik űrkutatáson, az tudja, hogy itt nem ez az időskála, tehát egy űrszonda előkészítése az hát mondjuk egy évtizedet azért úgy általában igénybe vesz, tehát nem ez történt. Na már most, mi a helyzet azóta? Hát mondom, azóta az van, hogy nagyjából két évente indulnak sikeres-sikertelen marsszondák a Marsra, beszálltak az európaiak is, jöttek a japánok kisvártatva, és persze már a kínaiak is abszolút ott vannak, olyannyira, hogy az Egyesült Államokon kívül jelen állás szerint a kínai népköztársaság az egyetlen olyan ország, ami sikeresen le tudott juttatni, és ott működtetni egy űrszondát a Marsra. A sikeres lejuttatást azért ne vitassuk el a szovjetektől, mert 1971-ben a szovjetek a Mars 3 nevű leszálló egységgel leszálltak a Marsra, tehát a vikingek előtt 5 évvel, csak hogy 11 néhány másodperc után megszakadt vele a kapcsolat. Tehát éppen elkezdte küldeni az első képet, tehát hogy leszállt, elvileg. El is kezdte küldeni az első képet a felszínről, de akkor hopp, megszakadt az adás, azóta is vitatkoznak, hogy mi történt. De sose tudjuk meg, vagy majd akkor tudjuk meg, ha odasítál egy ember. Ami visszavisz minket a tulajdonképpeni témánkhoz, hogy ez mikor lesz. Tehát a tudományos érdeklődésnek, mint láthatjuk, azóta az elsődleges motivációja az az, hogy keressünk életnyomokat. Most a viking óta, mondom, annak ellenére, hogy vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy még mindig van valami a Marson, azt mondják, hogy a Marsra nem azért megyünk, hogy a jelenlegi életnyomait keressük, hanem azért kéne oda menni, hogy a régmúltbeli életnyomait keressük. Ezt azért nem nagyon keresik. Ez furcsa. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mit művelt ez az igen sok űrszonda, amit azóta oda küldtek a Marsra, akkor bizony azt kell észrevennünk, hogy látunk nagyon-nagyon jó kis például mostani marsjárók gurulnak, fényképeznek, mintákat vesznek, de például olyan felszerelés, ami konkrétan például ugyanazokat a vizsgálatokat, amiket az ALH 84001-en a Földön el lehetett végezni, azt egy helyi marsi közvetlen a Marson megpróbálnánk elvégezni. Meg lehetne csinálni, tehát lehetne csinálni egy olyan egy tonnás laboratóriumot, amit el lehet küldeni a Marsra, és automatikusan csinál ilyen vizsgálatokat, de valahogy ilyesmire még terv sem volt. Nekem mindig volt erről egy kicsit rossz májú összeesküvés elméletem, amit most meg is osztok, hogy egy kicsit, mintha tudatosan kerülnék azt, hogy elmenjenek, meg egy olyan űrszondával, amire előzetesen megmondják, hogy most erre azért kérünk, mit tudom én, 2 milliárd dollárt, meg kb. Ezek a nagyságrendek. Tehát azért kérünk erre 2 milliárd dollárt, hogy oda küldjük, és akkor majd az végleg megválaszolja a kérdést, hogy volt-e élet a Marson. És akkor mondjuk tegyük fel, hogy azt a választ kapják, hogy
Nem. És akkor mi történik? Akkor valószínűleg az történik, mint a viking után, hogy egy újabb emberöltőig nem történik semmi. Tudományos szempontból lezártnak tekintik. A politikusok rosszul éreznek magukat utána, hogyha azt mondják, hogy jaj, hát bocsánat, még eszünkbe jutott egy újabb mérési módszer. Nem. Tehát, hogyha arra kértek az adófizetők pénzéből egy gigantikus ilyen nagy felhatalmazást, hogy küldjet, hogy most aztán tényleg most mondjatok már átba, hogy bét arról, hogy volt-e élet a Marson, és megszavazzák, és akkor ezek után megvan az eredmény, és mondjuk ez az eredmény az az, hogy hát itt éppen nem találtunk semmit, akkor a politika az biztosan elfordul. És hát ezért valószínűleg egy ilyesmit nem merne a NASA megkockáztatni. Ezért aztán kifejezetten életkereső űrszondát nem küldtek a Marsra. Ez érdekes. Tehát mindig mondják, hogy jé, már N plusz egy egyszer megmondják, hogy víz volt a Marson, ez közismert tény egyébként, hogy víz folyt a Marson, csak mindig újabb és újabb bizonyítékokat találnak erre, de azért erről is érdemes egy pár szót mondani, hogy egyáltalán miért feltételezhető, hogy a Marson volt élet? Miért kell, ha Marson találunk gyanús nyomokat, azt miért kell komolyabban venni, mint hogyha mondjuk, mit tudom én, a Merkuron vagy a Holdon találnánk valami gyanús nyomokat. Tehát azért, mert a Mars az úgy tűnik, hogy nagyon is jó hely lehetett néhány százmillió évvel ezelőtt. Vagy mondjuk néhány milliárd évvel ezelőtt biztosan. Tehát azt úgy tudni véljük, sőt, hát tényleg az már a Mariner 9 1971-es űrszonda, ami nem szállt le, csak keringett a Mars körül, és lefeltérképezte a bolygót, attól kezdve lehet tudni, hogy kiszáradt folyómedrekkel van tele a felszín, és olyan alakzatokkal, amik szigeteknek tűnnek, vízmosásnyomoknak, tehát egyértelmű, hogy víz folyt. Azt is tudjuk, hogy fagyott állapotban van egy csomó víz a Marson, ugye vannak pólussapkái ennek a bolygónak, északon és délen is ugyanúgy, mint a Földnek. Az is érdekes egyébként, hogy a bolygónak a tengelye az nagyjából ugyanúgy áll, tehát ugyanolyan szöget zár be a keringési mint a Földé, tehát ilyen 21 néhány fokot, tehát ebből az következik, hogy a Marson is vannak évszakok. Például, tehát ez tök és egyébként az is érdekes, szintén poén, és nyilván véletlen, de a marsi napnak a hossza is majdnem tökéletesen megegyezik a földi napnak a hosszával, egy kicsit több, azt hiszem, tehát 24 és egy harmad óra, vagy valami ilyesmi, majd nézzétek meg a Wikipédián, de valami ilyesmi. A Marsnak a gravitációja azonban sokkal kisebb, mint a földé, alig több, mint az egyharmada, és nyilván ezzel függ össze az is, hogy nagyon-nagyon más életutat járt be ez a bolygó, mint a Föld. Ugye a Föld, hát egyrészt, hogy a Földnek jó sűrű a légköre a Marshoz képest, Marsnak kb. 1%-a itt a légkör sűrűsége a Földének, tehát egy a jelen pillanatban mondjuk, ha meg akarjuk nézni, hogy a Marson milyen, mondjuk a levegő sűrűsége, mondjuk egy marsi ejtőernyőt akarunk tesztelni, akkor azt a stratoszférába kell fölvinni, és ott kell kísérletezni a Földön. Marsnak nagyon ritka a légköre. De nem volt mindig az. De hogy lehet egy kisebb gravitációjú bolygónak sűrűbb légköre? Hát úgy, hogy persze melegebb is volt a bolygó, a melegben még gyorsabban mennek a gázmolekulák, akkor miért nem szökött el a Marsról a légkör, amikor egyharmada a gravitációja a Földnek? Teszik fel sokan a jogos kérdést, hát nézzük meg a Marson, mi van még? Hát gigantikus vulkánok. A naprendszer legnagyobb vulkányai vannak ott, csak már kihűltek, de ott van például az Olympus Mons, ami egy 23-24, attól függ, honnan méri az ember, kilométer magas, gigantikus vulkáni kúp, ami azonban egy nagy palacsinta valójában, mert igaz, hogy ilyen magas, viszont az alapterülete az meg akkora, mint a Kárpát-medence. Tehát ez ilyen 600 kilométer széles valami, tehát ahhoz képest, hogy fel se tűnik szinte, hogy ez egy 21 néhány kilométer magas valami. De ez egy nagy pajzs vulkán, és több is van ott a szomszédságában. Ráadásul egy lerombolódott alakzatról, amit már évtizedek óta néznek a planetológusok, de most jöttek rá, hogy ja, van ott még egy vulkán is, csak eddig nem jöttünk rá, hogy az egy vulkán, ott az egy marsi nagy kanyonrendszernek a nyugati végében, szóval vannak ilyen hatalmas kihűlt vulkánok a Marson. Na most, amíg ezek a vulkánok működtek, aminek ugye feltétele volt, hogy a Marsnak olvat legyen a belseje, tehát működjön a Mars belsejében a úgynevezett ilyen, hát a Föld lenne, akkor azt mondanám, hogy geodinamó, de hát ez nem a geo, ez nem a, nem, szóval, ez, mindegy, szóval egy ilyen, tehát amíg működött a Marsnak a magja, és elég meleg volt a Mars belseje ahhoz, hogy olvat legyen a köpenynek az anyaga,
Addig ugye mi történt? Hát addig kitörtek ezek a vulkánok folyamatosan, és gigantikus mennyiségű utánpótlást tettek bele a légkörbe, széndioxidból és egyebekből. De onnantól kezdve, hogy a Marsnak kihűlt a belseje, onnantól kezdve elszaladt a légkör is. Mert hogy a gravitáció az nem volt elég, tehát ez nem volt egy ilyen értelemben stabil rendszer, évszázmilliókig úgy tűnt, hogy stabil, mert pöfögtek a vulkánok, de utána, amikor kihűltek a vulkánok, és kihűlt a bolygó belseje, akkor elszökött a légkör. Ja, ezzel együttal egyébként a mágneses tér is kikapcsolt, mert azt is a bolygó olvad belseje tartja fönt a bolygó belsejében a mágneses teret. És ha nincs mágneses tér a bolygó körül, akkor az azt jelenti, hogy a napszél az akadálytalanul becsapódik a bolygónak a légkörébe, és az meg fújja le, de idézőjel bezárva, tehát a napszél fúj, tehát a szegény bolygót még az ág is húzza el valapján. Nem elég, hogy kihűlt a belseje, és emiatt ugye megállt a vulkanizmus, ami pótolta az anyagot a légkörbe, de ráadásul még a meglévő légkör maradékai is könnyebben el tudtak távozni, mert a kihűléssel egyidejűleg a mágneses tér is megszűnt, és akkor a napszél az hatékonyabban fújta le a maradék légkört a szegény bolygóról. Tehát egy szó mint száz, a víz is ilyen módon persze elment, illetve ami maradt, az ugye fagyott állapotban van, egyes a felszín alatt is egyébként, nagyon úgy tűnik, meg ugye ezeken a sarkvidéki sapkákon. És hát igen, és az a nagyon ritka légkör, az meg széndioxidból áll. De úgy tűnik, hogy nem volt ez mindig így, és folyók folytak, és úgy tűnik, hogy adva voltak az élet lehetőségei. Na most, akkor rákanyarodnék a témának azon részére, hogy oké, az emberek mikor mennek a Marsra, hát azt továbbra is azt tudom mondani, hogy majd 30 év múlva, de mikor kapjuk meg a mintát a Marsról? És hát sajnos ezzel kapcsolatban sem tudok jó hírekkel szolgálni. Ugye az a helyzet, hogy nagy nehezen megegyezett a NASA, amire úgy tűnik, hogy rengeteg pénze van, de azért ez nem így van. Tehát a mostani űrköltségvetések nem hasonlíthatók össze mondjuk az Apollo program idejével, teljesen helyesen egyébként, tehát nem, nyilván vannak fontosabb tudományos feladatok, mint ez. De hát azért az még őket is meglepte, amikor kiszámolták a legújabb felülvizsgálatban, hogy az a küldetés, amit terveznek az Európai űrügynökséggel közösen, hogy mintát hozzon a Mars felszínéről, az 11 milliárd dollárra becsült érték. Hát mondom, az sok. Az igen sok, és ez ráadásul nem is a teljes költségvetés a projektnek, tehát ebben a mi európai adófizetők adó dollár, adó eurói, vagy adó forintjai nincsenek benne, tehát ez az európai-amerikai együttműködésnek az amerikai részének a költsége, tehát ez a 11 milliárd dollár. Erre mondta azt Nelson, a NASA-nak hogy hívják ki, a vezetője, hogy hát ezt így nem, most akkor ezt újra kell gondolni. Persze a vészjelzések azok már régebb óta jönnek, de előbb elmesélem akkor, hogy mi a sztori, és hogy mi lesz most. Tehát, hogy az volt, jelenleg a Marson garázdálkodik, illetve mintákat gyűjtöget az 2021-ben Marsot ért Perseverance nevű fantasztikus hatkerekű marsjáró, sikerre halmoz. Kifejezetten egy olyan helyre küldték, ahol igen nagy valószínűséggel lehetne életnyomot találni, ha lenne élet, de nem az, hogy az űrszonda önmaga észreveszi, hanem ez az űrszonda mintákat gyűjt, és elpakol magának. Kifejezetten azzal a céllal, hogy azt később majd egy másik űrszonda odarepül a Marsra, és azokat a mintákat hazahozza. És ez az a projekt, amire mondom, hogy csak az amerikai része 11 milliárd dollárba kóstálna, és az eredeti tervek szerint ezt nagyjából 2030-ra hajtották volna végre. Ezt, tehát majdnem jelen pillanatban gyűjtögeti a mintákat a Perseverance nevű nagyon ügyes, fantasztikus marsjáró, ilyen kis csövecskékbe raktározza el, geológusok megvitatják, eldászharcokat vívnak, mert nyilván korlátozott számú csövecske van, azt hiszem 40, jelenleg, de csak 30-at tudnak belőle eleve visszahozni, egyébként 30-at már össze is szedtek, vagyis hogy 30 csövecske már azt hiszem megvan tört. Nem, ez nem igaz, mert vannak olyanok, amik direkt úgy vannak, hogy azt megtöltötték valamivel, de esetleg lehet cserélni, hogyha érdekesebb dolgot találnak. De nagyjából ez a szonda, a marsjáró az elmúlt néhány évben már összeszedett 30 mintát. Ebben a mintában sok minden van egyébként, tehát nem csak van furat is, valamennyire le tud fúrni a szerencsétlen, de nem túl mélyre, ami hiba,
jelzem, mert ha jelenleg van marsi élet, az nagy valószínűséggel a felszín alatt van, ahol nem éri a nagy UV-sugárzás. És sajnálatos módon az európaiak marsjárója, ami ment volna, az ExoMars marsjáró, a Rosalind Franklin Rover, az egy jó nagy fúróval lett volna felszerelve, hogy lefúrjon mélyre, és onnan vegyen mintát. És egyébként az európaiak azt felszerelték volna jelenlegi élet kimutatására alkalmas műszerekkel. Csak hogy kitört az orosz-ukrán háború, és mivel hogy ezt az európai marsjárót az oroszok vitték volna el a Marsra, ezért most a jó ég tudja, mi lesz ebből. Tehát ez teljesen megépült, ugye ez a szonda, ez 2022-ben ment volna föl. Úgyhogy hát ez igen sajnálatos. Mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés. Tehát a Perseverance jelenleg a Marson dolgozó mintagyűjtő amerikai rover, ő nem fog tudni olyan mélyre lefúrni, de ezért ennek ellenére nagyon érdekes mintákat szedett össze, mondom, részben ilyen mars port, részben kőzetbe belefúrt darabokat, részben marsi légkörmintát, tehát a levegőből is vett, és akkor az az ötlet, hogy majd egy szép napon megérkezik a Mars felszínére az az űrszonda, amit kifejezetten azért küldenek oda, hogy a mintákat hazahozza. Na most, ez tök jó pofa, lenne. Ez egy igen nagy méretű űrszonda, ami fel lenne szerelve egyébként egy nem véletlenül, és akkor itt jön a képbe a Lockheed Martin, a hőügy egy fegyvergyár, tehát hogy ezt felszerelnék egy szilárd hajtóanyagú rakétával, ami hát nem véletlenül hasonlít egyébként az eredetileg a 90-es években a Northrop Grumman által kifejlesztett Pegasus nevű levegő-föld rakétával, amit ugye ilyen vadászgépekről és egyebekről is szoktak kilőni, ez lényegében egy kicsi rakéta robbanó tölteket visz. Hát ennek a Marsra igencsak átgyúrt változata lenne az, amit oda visz ez a leszálló egység, és a leszálló egység egyébként fel lenne szerelve még kettő kicsi helikopterrel is. Ugye egy másik dolog, amit a Perseverance kipróbált nagy sikerrel, az a marsi helikopter, az az Ingenuity, az egy icipici kis, de nagyon ügyes kis helikopter, ami valami 50 vagy nem is tudom mennyi repülést hajtott végre, sajnos most már éppen lehunyt a pici szemét, de hát bőven túl teljesített minden elvárást. Éveken keresztül működött, pedig azt mondták, hogy ha ez öt repülést végre, sőt, ha egy repülést végre tud hajtani a Marson, mint első ilyen szerkezet, ami képes arra, hogy egy másik bolygó légkörébe repüljön, úgyhogy nem rakétával, hanem aerodinamikai módszerekkel, és egy ennyire ritka légkörben, mint a Mars, tehát azért ez óriási teljesítmény, tök jól működött. Úgyhogy ezen felbuzdulva meg is tervezték, hogy hát ha Percy esetleg beragad, a jelenlegi marsjáró, nyilván az lenne a terv, hogy a jelenlegi marsjáró mellé leszáll ez az űrszonda, és akkor ha elég közel leszáll, és még a Percy még működik, ami van egy nem nulla esély, mert a Percy egyébként nem napelemekkel, meg ilyen lekopó cuccokkal működik, hanem hát egy nukleáris hasadáson alapuló termoelem van benne, ez az RTG. Radioizotopos termoelektromos generátor, ami azt jelenti, hogy akár amúgy évtizedekig is elműködhetne a Percy. Tehát tegyük fel, hogy működni fog, de nem biztos. A jobb eset az, hogy leszáll ez a leszállóegység a Marsra, oda gurul hozzá a Percy, és a robotkarral szépen átpakolja a kis nagyjából kosárlabda nagyságú felszálló kabinba, ami néhány kilogramnyi terhet Mars körüli pályára tud állítani, de mondom, nem a Földre indítani, csak Mars körüli pályára állítani. Amennyiben a Percy lerobban, akkor jönnek ezek a helikopterek, hanem az Ingenuity-n felbuzdulva ezt az új leszállóegységet is felszerelnék helikopterekkel, amik oda repülnek és egyesével áthozzák a mintákat. Sőt, hogyha a Percyvel valami, nem is tudom, mi történne, ennek ellenére ebből az okból létrehoztak egy lerakatot egy helyen a Marson, ahol 10 mintát letettek a Földre, tehát a Marsra. Tehát 10 ilyen kis mintagyűjtő henger, az egy ilyen másodlagos tartalék kupacba le van rakva,
Tehát, hogyha valami, én nem tudom, mitől félnének, vagy mit tudom én, teljesen becsődöl a pörszi, nem, és nem is lehet belőle kiszedni a mintákat, még akkor is elrepül a kis helikopter, ami abúgy csak egyesével tudja szállítani ezeket a hengeralakú kis mintakapszulákat, megfogja, és egyesével szépen vissza repülget ehhez az MAV, Mars Ascent Vehicle, vagy Marsi Felszálló Egység nevű szerkezethez, amire ilyen szép nagy ilyen összeget állapított meg a Lockheed Martin, illetve a Northrop Grumman, tehát ez a két fegyvergyár óriás, amelyek azonban a Lockheed Martin egyébként a vikingek óta is több sikeres marsra leszálló űreszközt tervezett. Tehát ha valaki tudja, hogy kell leszállni a marsra, az a Lockheed Martin. Na, tehát ez megtörténne nagyjából 2020-as évek végén, 2030-as évek elején, legalábbis eddig ez volt a terv. És akkor utána, miután átpakolódnak a minták ebbe a hát Mars levegő rakétába, vagy mit csinálom, akkor ez szépen fölszállna. Még egyszer, ez azt tudná csinálni, hogy alacsony Mars körüli pályára tudná állítani ezt a néhány kilós, mint egy kosárlabda nagyságú kis mintát. Vagyis mintákat tartalmazó cuccot. Egyébként az összes minta az nagyjából fél kiló. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek nem sok 100 kilónyi marsanyagról van itt szó, hanem ezek a kicsi kis csövecskékben tárolt összes marsi anyag, az tényleg egy kilónál kevesebb. De nyilván ehhez is, hogy már ezt a labdát földkörüli pályára tudják, vagy marskörüli pályára tudják elítani, az is ugye egy 10 kilós cucc legalább. Vagy lehet, hogy 100, nem tudom. Tehát a tervek még nem túl konkrétak, az a vicc. És most már ugye úgy látszik, hogy megy is a levesbe az egész, ahogy ezt már megelőlegeztem. Na és akkor, tehát ez már eleve olyan dolog, amit még soha senki nem csinált. Felszállás rakétával egy másik bolygó felszínéről. Ezt még soha nem csinálták meg. Mondom, ez sokkal nehezebb, mint a Holdról, mert a Marsnak légköre is van, és a Holdnak 1/6 a gravitációja a Földhöz képest, a Marsnak több, mint 1/3. Tehát nem egyszerű feladat, és ilyet még soha senki nem csinált. És ezek után jönne az európai hozzájárulás, ami pedig úgy néz neki, hogy a Mars körüli pályára küldenék az eredeti tervek szerint 2027-ben vagy 28-ban azt az űreszközt, ami ezt befogja. Tehát azt az európaiak csinálnák, ami a Mars körüli pályáról összeszedi ezt a bizonyos kis golyót, és bepakolja a saját fedélzetébe, és visszahozza a Földre, és a leszálló kabin maga az amerikai fejlesztésű, az ugyanúgy néz neki, mint amiben az amerikaiak hozták a mintát, mondjuk legutóbb a Bennu kisbolygóról, az Osiris Rex nevű űrszondának a leszálló egysége, ami a jutai sivatagban ott szépen leszáll ejtőernyővel, na ilyennel hoznák vissza, tehát ez lenne itt az ötlet. Na most hát Robert Zubrin, a marskutatás nagy öregje, az már elkezdte konkatni a vészharangot már 2023 végén. Ő rá érdemes figyelni, amit ő mond. Ő a Case for Mars és hasonló. NASA-nál kezdte, de aztán túllépett ezen, alapított egy alapítványt lényegében, ami a marskutatásnak a előmozdítását tűzte ki célul. És hát ő lényegében van egy teljes koncepciója a Robert Zubrinnak arra, hogy hogyan kell embert küldeni a Marsra, de most nem erről nyilatkozott meg, hanem erről a mintahozó küldetésről. És hát ugye azt nehezményezi, hogy ugye ez a 10, most már azóta tudjuk, hogy 11 milliárd dolláros kis vállalkozás, ez természetesen, ez is magába hordozza azt a veszélyt, amire korábban utaltam, hogyha erre elköltik a pénzt, akkor nem lesz újabb lehetőség. Tehát nyilván a politika nem fogja támogatni azt, hogy még egyszer neki fussanak, mert ez rohadt drága. Viszont nagyon kockázatos. És hogy tehát lényegében mindent föltesznek egy lapra, mert ha ezt támogatják, akkor más Mars szonda itt nem lesz a következő évtizedekben, azt tudja, mert ez egy annyira drága és összetett projekt. És viszont kockázatos is. És akkor az Zubrin írja például az egyik ilyen glossájában, a spacenews.com-on még múlt novemberben, hogy nézzük csak meg a számokat, hogy hát a NASA az 25 űreszközt repített a Marshoz, amiből 20, beleértve ezt az Ingenuity helikoptert is, az külön űreszköznek számoljuk, abból 20 volt sikeres
Tehát ez egy 0,8%-os küldetési sikeresség. Az Európai űrügynökségnek a Mars űrszondáin egy 50%-os sikerességi rátával büszkélkedhetnek. Na most, de tehát önmagában, hogyha ezt a két számot, a 0,8-ot, a 0,5-öt összeszorozzuk, az már nagyon pici, az már egy igen kicsi esély, de hogyha még ahhoz hozzávesszük azt is, hogy itt csomó olyasmi van, hogy soha senki nem próbált, azt már említettem, hogy soha senki nem szállt fel egy másik bolygó felszínéről, de még végképp nem csinált senki még olyat se, hogy egy másik bolygó körüli pályán két pici űreszköz megtalálja magát, és összekapcsolódjanak, és mert ugye ez kell a minta begyűjtéséhez, és az berakja a kis mintadobozba. Tehát összességében a Zubrin igazából nem nagyon támadható matekkal egy olyan 0,32-es valószínűséget, tehát egy kevesebb, mint egy harmados valószínűséget hoz ki a sikerre, és amellett érvel, hogy bizony-bizony, hát azért mindent föltenni egy ilyen küldetésre, ami még a legjobb esetben is igen, csak kétesélyes, az egy kicsit felelőtlen. És hát igen, más független bizottságok is azóta hasonló konklúzióra jutottak. Úgyhogy az a legújabb fejlemény, hogy a Bill Nelson, a NASA-nak a vezetője, az egy telekonferenciában most áprilisban arra utasította egyrészt befagyasztott a projektet. Tehát azt mondja, hogy most álljunk le, és gondoljuk újra a dolgokat, mert ez annyiba kerül, hogy bár nagyon fontos, hogy a minták hazajussanak a Földre, főleg, hogy már lényegében össze vannak gyűjtve, tehát szegény Perseverance-ot begyűjtötte a mintákat a Marson, már össze vannak gyűjtve, nagyon fontos, prioritás, hogy ezek hazajussanak, de nem ennyiért. Tehát, hogy mondjuk 7 milliárd dolcsiba kerülne az okéna, de 11, és persze tudjuk jól, hogy amire most azt mondják, hogy 11 milliárd dollár, az még eszkalálódni fog. Ezért a Bill Nelson azt mondta, hogy hát itt vannak ezek a remek cégek. Itt van például a SpaceX, ami ugye egy magáncég, bár masszív kormány támogatással, persze, mert a legfőbb megrendelő az Egyesült Államok kormánya, a hadsereg meg a NASA, de az az Elon Musknak a cége, ami igen impozáns ütemben fejleszti az űreszközöket, bár nem olyan ütemben, ahogy ő ezt eladta annak idején, de tényleg hát csodákat valósítanak meg nap, mint nap, tehát ezt nem fikázólag mondom, csak tény megállapítás, hogy hát nagyon komplex dolgokat ígér, és ezeket persze nagyon nehéz megvalósítani, de hát tényleg látjuk, hogy a Földből nőnek ki az újabb és újabb Starshipek és egyebek ott a texasi Boca Chicában, meg újra használható rakéták szállnak fel, lényegében minden második nap a Cape Canaveralről vagy a Kennedy űrközpontból, szóval tök jó. Bill Nelson azt mondta, hogy oké, most akkor megkérte a Jet Propulsion Laboratory-t, tehát a NASA-nak a bolygókutatásra foglalkozó űrközpontját, meg az ipari partnereket, hogy most üljenek le, gondolják újra, tervezzék újra, beleértve a SpaceX-et és hasonló cégeket, és majd ősszel, tehát 2024 őszén jelentkezzenek újra egy jelentéssel, és abban a jelentésben fogalmazzanak meg valami alternatív tervet, hogy hogyan lehet ezt olcsóbban, jobban és nagyobb biztonsággal megcsinálni. És persze nyilván azért az európaiakra számítanak, de hát de azért a Mars kutatók ezt nagy tördöfésként élik meg, de azért még jól is elsülhet. Tehát még az is elképzelhető, hogy azzal, hogy a magánszektort bevonják, azzal nem csak a költség megy lejjebb, hanem még az is lehet, hogy ez az egész 2030 előtt megvalósulhat. De hát mindegy, ez az optimista forgatókönyv. Egy biztos, hogy azt persze mindig elmondják, hogy hát azokat a mintákat biztos, hogy haza kell hozni. Én teszem már hozzá, amit már hozzátettem, hogy azért sajnálatos, hogyha már hozunk egyszer mintát a Marsról, akkor abban nincs olyan, ami mélységi. Tehát, hogy mindegyik a felszínnek a néhány, tehát a legmélyebbek is 1-2 deciméter mélységből származnak. Szemben a Rosalind Franklin roverrel, ami tök jól le tudott volna fúrni néhány méter mélyre, és onnan mintát felszedni. Tök jó lenne, hogyha őt is lehetne, hát mindegy, hát úgy látszik, mindent nem lehet, ami szerintem megint csak hiba, mert akkor megint kinézhet egy olyan kimenetel, hogy nem találjuk meg az életet, és akkor megint azt mondják, hogy jó van, megkaptátok a lehetőséget, még a mintákat is hazahoztuk.
Más kérdés egyébként, hogy azokat a mintákat, ha potenciálisan életet tartalmaznak, akkor azokra nagyon kell vigyázni, hogy nehogy itt összefertőzzék az egész bolygót. Tehát itt aztán még brutálisabb biztonsági intézkedéseket kell fogalmatosítani, ami szintén nem lesz egyébként olcsó. Tehát oké, hogy mondtam, hogy már többször hoztak haza ilyen módszerrel kisbolygókról, meg üstökösökről mintát. De például volt az egyik ilyen sztori, még a 2000-es évek első évtizedében, hogy az egyik ilyen eszköz, ami egyébként a bolygóközi térből magából, tehát napszélből, meg ilyenekből hozott mintákat, az nem nyílt ki rendesen az ejtörnyője, és becsapódott, és ott szétszóródtak a minták, amúgy valami menthető volt belőle, semmi gond, csak hogyha potenciálisan ez egy marsi mintával történik meg, akkor nem csak az a baj, hogy az értékes minta elvész, hanem az, hogy lehet, hogy megjelenik egy olyan invazív életforma a Földön, aminek nincs ellensége. Tehát nem tudja semmi megállítani azt az újfajta életformát, mert nem találkozott vele a földi ökoszisztéma. Ugye hasonlóan ahhoz, ahogy az európaiak vírusai szépen és módszeresen a konkisztádorokat megszégyenítő módon írtották ki a prekolumbián indián populációkat Dél-Amerikában, mert hát ugye nem voltak felkészülve az európai bacikra és vírusokra. Most ez történhetne meg bolygó szinten. Mondom, ez a legrosszabb eset, sokkal valószínűbb, hogy semmi élet nincs jelenleg a Marson, de megint csak az, hogyha egy pici esély van, viszont óriási nagy a tét, akkor azért nem mindegy, hogy járnak el, úgyhogy volt olyan terv is persze, hogy éppen emiatt azt a mintát nem a Földre kéne hozni, hanem már az űrben elkapni, és majd az ISS-en vizsgálják, csak akkor az még drágábbá tenni a dolgot. Mert ahhoz persze lassítani kell. Mert ahhoz, hogy földkörüli pályára álljon valami, ami a Mars felől jön, az sok, a tizenvalahány, mondjuk 11 km per másodperces sebességgel érkezhet a Földre, Föld közelébe például, akkor az ráesik a Földre, hogyha éppen ott van a Föld, akkor rápottyan. De ahhoz túl gyors, hogy földkörüli pályára álljon, mert ahhoz fékeznie kéne, de hát ha még egy fékező rakétarendszert is be kéne ebbe tervezni, hogy előbb földkörüli pályára álljon, és akkor ott majd az űrben megnézik, de már közeli űrben, tehát a földkörüli pályán felmennek, és megnézik, hogy van-e benne életre veszélyes baci, és ha nincs, akkor onnan lehozzák a Földre esetleg. Tehát voltak ilyenekről agyalások, ez természetesen, ez annyira túlárazott, tehát tette volna, még így is rettenetesen túlárazott projektet, hogy na ezt így elvetették. Tehát long story short, itt mindjárt befejezem az adást, de azt még el szeretném mondani, hogy hát ez, érezzük a helyzetet, tehát itt nem arról van szó jelenleg, hogy emberek a Marsra, hanem az, hogy fél kiló Marsról származó kőzet vagy por hazahozása is igencsak kérdéses a következő évtizeden belül. Én nagyon örülnék, hogyha nem az, hogy 2030-ra, hanem mondjuk 2000, tényleg mondjuk 10 év múlva, 2034-re például ezek a minták vissza tudnának jutni a Földre. De az még nagyon messze van attól, hogy emberek megtegyék ezt az utat. Maga az emberi faktor egyébként az egyik legbiztosabb az egészben, tehát például az, hogy egy ilyen föld-mars-föld utazás az azért simán eltarthatna mondjuk 2 évig, vagy akár 3 évig, és űrorvosilag is persze felmerül a kérdés, hogy ezt az emberek kibírnák-e. Érdekes módon úgy tűnik, hogy jelenleg ott kevesebb a kérdőjel. Ugye volt űrhajós Valeri Poljakov, a szovjet, aztán orosz űrhajós, aki egyhuzamban fönt volt az űrben 400 valamennyi napot, 437 napot, ez mind máig rekord, ami már elég idő egy föld-mars-föld utazáshoz. De hogyha mondjuk néhány napnál többet akarunk lenni a Marson, mondjuk fél évet, akkor persze az annyival hosszabb lesz, sőt, akkor sokkal hosszabb is lehet, mert nem mindig állnak jól a bolygók. Egyébként egy föld-mars-föld utazást 500 nap alatt meg lehet csinálni, csak akkor igazából egy nagyon gyors városnézésre marad csak idő a Marson. De a lényeg, hogy azt mondják az űrorvosok, hogy nem ez lesz a fő buktató faktor, hogy az emberek nem bírnak ki ennyi időt az űrbe. Ha már az időről beszélünk, az itt pont lejárt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Bizony elértünk az adás végére, ez volt tehát a Szokolébresztő a Tilos Rádióban. Visszahallgatható az adás, persze, és korábbi adásokat is megtaláljátok egyrészt a Tilos Archívumban, másrészt a Parallaxisnak a felületein, ahol kísérő cikkek is olvashatók az adásokhoz, YouTube-on, meg minden egyéb felületen, de itt a sokolebresto.hu doménen keresztül bármilyen tetszörges ilyen felületre el lehet jutni.
mit tudom én, mik ezek, SoundCloud, meg YouTube, meg minden iTunes, amit akartok, szóval ezeken a helyeken ott van. szokorébresztő.hu. 2 hét múlva tehát újra jelentkezünk, és addig is mindenki érezze jól magát, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Pánikszerűen elhagyom a stúdiót. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.